Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Görög Ibolya, protokoll szakértő, aki már itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. A külpolitikával fogunk alapvetően foglalkozni, hiszen ez egy külpolitikai csatorna, aminek a protokoll vetületeit beszéljük már, ugyanis pont a diplomáciai téren a napokban is volt egy incidens, amikor is Erdogan török elnök állítólag megvárakoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki egy másfél percen keresztül tanástalanul állt a kamerák keresztüzében, és azért is gondoltam, hogy hívjuk fel önt, hiszen ön mégiscsak látott már a diplomácia területén sok mindent. Szóval akkor a nulladik kérdés az, hogy van-e arra protokoll szabály, hogy amikor egy másik országnak a vezetőjét fogadják, akkor ott hogy, milyen forgatókönyv szerint zajlanak az események, mit lehet tenni és mit nem lehet tenni? Hát persze van, a diplomáciai protokoll egy nagyon nagy mozgás, pont amiatt, mert az eltérések is jelentenek valamit. És a veszfáliai béke óta, tehát a 30 éves háború végén, amikor a diplomaták tárgyaltak egy éven keresztül, azóta léteznek diplomaták, nemzetközi szerződés szabályozza a munkájukat a diplomatáknak, tehát ez nem csak úgy egy kitalált dolog, minden ENSZ tagország ezt aláírja, mert egyformán kell, egyforma elbánás elvéntől történik a diplomácia. Tehát a jelzéseknek nagyon nagy értéke van, kinyújt előre kezet, kivel fog kezet, kire csak ránéz, tehát sok minden. Na most a várakoztatás önmagában diplomáciában azért nem szerepelhet, mert azzal nem az illetőt, hanem az országát sérti meg. Tehát ezért mondjuk régebben akár még háború is kitörhetett volna. Adott esetben viszont, én nagyon jót kuncogtam itthon, megmondom őszintén, ugyanis mikor Erdogan elnök talán egy éve másfél Moszkvában volt, akkor Putyin elnök megvárakoztatta. És az bizony egy jó 3 percig ott, és a tévé azt mutatta végig, és az borzasztóan kínos, mert a diplomáciában erre nem úgy szabály nincs, hanem ezt tiltja a diplomácia. És gondolom ennek egy ilyen visszavágása volt, hogy most Erdogan várakoztatta, ráadásul azért volt nagyon-nagyon fura, mert a készfogás, ugye fotó készfogás fogadta az Erdogan, az rendben volt, és elindultak a terem felé, és az Erdogan lemaradt. Tehát direkt rájátszott arra, hogy nem azért, mert most neki dolga volt, hanem az, hogy most akkor várakozzál. És ezért Putyin elnök, aki a Putyin egy borzasztóan tapasztal diplomata egyébként, ő is olyan totyogva állt ott, mert nem tudta kezelni a szituációt, mert diplomáciában erre nincsen szabály, az a szabály, hogy nem szabad várakoztatni. A részben válaszolt is egyébként arra a kérdésre, ami felmerült bennem, hogy lehet-e olyan, hogy valami véletlenül történik, vagy baki? Mert nyilván különbséget kell tenni, hogy valaki tudatosan várakoztat, vagy hirtelen valami sürgős dolgot mondanak még a tanácsadói, és azért kell állni, vagy ne talán sokkal természetesebb okok miatt maradt távol. Hát amire most a végén gondolt, hát azt még idejekorán elintézik, tehát ez nyilván ilyen nem lehet. Viszont a diplomácia ezt roppant ügyesen kezeli, tehát ilyenkor, ha netántán mondjuk valami lett, de ilyenkor, hát abban az egy percben mi történhet, ha mégis valami van, akkor a diplomácia úgy rendezi, hogy a várakozó vendéggel addig valaki beszélget. Tehát úgy csinál, mintha direkt kellett volna ezt a kis beszélgetést ott még megejtenie, tehát feloldja. Na most erre mondjuk a protokollos, mint én is annak idején voltam, én voltam hogy a ütköző fal, hogyha ne adj Isten, a miniszterelnök közjött mondjuk egy nagykövet, és várakoztatni kellett, akkor én vagy leültem vele beszélgetni, vagy elmentünk a parlamentbe sétálni, hogy ezt nézze meg, azt nézze meg. Egyszer megtörtént az, hogy amerikai nagykövettel, hogy mondtam, hogy akkor menjünk el, nézzük a parlamentet. Hát ő azt már látta. Mondom, és a pincét? Jaj, hát azt még nem. Úgyhogy levittem a parlament pincéjébe, és boldog volt. Tehát és ilyenkor a nagykövet is érzi például, hogy itt most egy mesterséges időhúzásról persze, van szó. Persze, de mindenki persze. Tudja, hogy ezt így illik. Így van, ezt így kell kezelni. Egyébként a Putyin látogatásnál most Törökországban én a másikon akadtam ki, amikor az ajatollah fogadta őt, és nem a kisasztal mellett nem volt 2 fotel, hanem csak egy, ahol az ajatollah ült, és Putyinnak a karosszékét kirakták a fal mellé, mint egy orvosi rendelőbe.
Az viszont nekem borzasztó, az viszont számomra az volt a keményebb dió, mert ezt nem tudom mivel magyarázni. De egyébként érdekes, hogy a muzulmán országok ezekkel a különböző ültetési dolgokkal rendszeresen szoktak szórakozni. Ugye Angela Merkel, Ursula von der Leyen is jártak már különböző helyzetekben így. Hát a von der Leyen esetében egyébként, hogyha már szóba hozta, az azért volt érdekes, mert olyan diplomáciai protokoll szempontjából az helyes volt. Mert a delegációt az Európa Tanács elnöke vezette, és von der Leyen asszony csak tagja volt a delegációnak. És ilyenkor tehát akkor nem számít, hogy ki a hölgy, és ki a férfi. És akkor pontosan diplomáciában egyébként, meg protokollban általában is, az nem számít, ha valaki nőből van, hanem a rangja számít. És ha már a kéznyújtást említette, akkor például igen. Ki nyújt kezet kinek? Mindig a fogadó fél nyújt. Mindegy, hogy férfi vagy nő, a fogadó fél nyújt elsőnek mindig. És például mi történik olyankor, hogyha több ország vesz részt, például hogyha egy G8-as találkozó van, vagy egy Európai Uniós csúcs van, ahol tulajdonképpen nincs is fogadó ország, akkor arra milyen szabályok vonatkoznak? Hát a fogadó szervezetnek a vezetője, ott esetben mondjuk a von der Leyen asszony, egyenként fogadja kézfogással, ugye a sajtófotó, és fogadja az érkező delegáció vezetőt, utána aztán ők elvegyülnek, és akkor ott már tulajdonképpen egy ilyen hétköznapi protokoll működik, hogy ki találkozik kivel, ki lép oda, kihez lép oda, tehát ott már kevésbé, de a látványos kézfogás egyenként sorakoznak fel az államfők vagy a kormányfők, azt mindig egyenként fogadja ki, majd figyelje meg, mindenkit egyenként fogad igen. Kézfogással. És ha például egy ilyen csúcs találkozón összetalálkozik Orbán Viktor meg Emmanuel Macron, akkor van valami szabály, hogy ki nyújt kinek kezet, hogy a nagyobb ország vezetője a kisebbnek, nem, fordítva? Nem, az nem számít. A diplomácia pont ezt védi ki. A diplomáciában nincs olyan, hogy nagy ország, kis ország. Például ott egy zászlók elrendezésénél is az ABC számít, és nem a kis ország, nagy ország, hanem aki oda megy valahova, ugye odalépés köszön, és akihez lépett oda, az nyújt előre. Mi történik olyankor, hogyha valami fajta baki csúszik a gépezetbe, mert mostanában sokszor láttunk ilyeneket, hogy véletlenül nem vette észre, nem fogott kezet, többen voltak ott. Hogyan lehet ezeket feloldani, és lehet-e politikai következménye annak, hogyha valami ilyen dolog történik? Hát politikai következménye az nem lehet, a diplomácia pont arra született meg, hogy ezeket verbálisan ugye elsimítsa, tehát leülnek megbeszélni, vagy csak legyintenek rá és arrébb lépnek. Tehát hogyha például, amikor annak idején kapta, ugye a Orbán Viktor kapta azt a taslét, tudja. Igen, a Junckertől. Junckertől. Abból azért nem lett semmifajta, mert hogyha abból bármifajta következménye van, akkor már az hangsúlyossá válik. Tehát ilyenkor a diplomácia lapoz egyet. De ilyenkor például a háttérben protokollfőnökök, diplomaták még napokig simítanak egy ilyen taslit például? Attól függ, hogy mennyire fogadta a sértett fél, vagy hát nem sértett, hanem a felek mennyire akarnak ebből jelenetet csinálni. De a diplomaták foglalkoznak ezzel pontosan. És ön, aki ebben nagyon mélyen benne volt, melyik a gyakrabban előforduló, amikor a fogadó ország vét valamit, vagy amikor a vendég viselkedik furcsán? Tulajdonképpen nem nagyon történtek ilyen hibák. Ugyanis ilyen szinten már nagyon tudják, hogy mindennek jelentése van. Hát persze voltak azért problémák, pontosan a késések miatt, tehát az hogy hidalom át, de például ültetési rendben nagyon-nagyon fixnek kellett lenni, hogy ki mellé ül, kivel ül szembe, ki mellettül, mert az már jelzésérték. Vagy mit tudom, hogy érkező delegációnak milyen fajta étkezési szokásai vannak egy díszvacsoránál, nyilván egy muzulmán delegációnak nem adtunk föl disznót, hogy egy evidenciát mondjak. Tehát a protokollosok, az érkező meg a fogadóország protokollosa a delegáció érkezése előtt már 2-3 héttel egyeztetnek, de egészen olyan szintig, hogy merre nyílik az ajtó. Tehát minden egyes nüanszot végigbeszélnek, hogy amikor már megérkezik a vendég, akkor ne legyen porszám a gépezetben. És akkor van egy ilyen lista, hogy mikre kell odafigyelni?
Ne, a programot veszik végig, hogy mikor indulnak, hány kocsi van, ki ül a kocsiba, tolmácsol ül, hova érkeznek, melyik kapunál, ott kíséri, kivárja őket, kikíséri őket. Tehát végig vesszük az egész delegáció mozgását. És ha ezek után mégis belekerül valami kis gigszer, a protokollos dolga ezt feloldani. Ön, amikor tehát protokollos nyilván, volt, akkor mennyire volt stresszben ezek alatt, az alkalmak alatt, hogy na csak valahogy legyen vége, és én ezt nagyon szerettem. Vagy akkor ez egy ilyen jutalomjáték volt minden egyes fogadás. Ez már igen, és a stressz az előkészítésben van, de amikor a delegáció előtt megérkezne a delegáció, az ember csinál ABC variánsokat, menekülő útvonalakat, telefonszámokat összegyűjt, tehát az előkészítési folyamat az, ami a stresszes. Mert amikor a vendég megjön, akkor már nem lehet stresszelni, mert ott már másodpercek belül dönteni kell. Néhány évvel ezelőtt kijött egy olyan lista, hogy Szijjártó Péter külügyminiszternek például milyen speciális kérései voltak többek között, hogy nem fogyasszon alkoholt, meg milyen típusú csokit rakjanak a gépjárművébe, és a többi, és a többi. Ilyen lista minden egyes politikusnál, miniszterelnöknél, külügyminiszternél van? Hát... én nem akarok nagyon véleményt nyilvánítani, de minél inkább fontos neki, hogy milyen csoki legyen a kocsiba, annál kevésbé érzem azt, hogy foglalkozna a külügyekkel is. Tehát nekem az igazán komoly embereknél nem voltak ilyen elvárások. Mondjuk azt, hogy mit tudom én, ha Kohl kancelljár jött, akkor tudtuk, hogy neki a nagyobb méretű ágyat kell betenni a kormányszálláson, mert nagy darab ember volt. Van kormányszállás például? Tehát, hogy akkor volt még ilyen kormányvendégek számára, külön a Béla Király úton is, András úton is ilyen vendégszállás. És ezek magas minőségűek? Hát voltak, igen. Úgy tudom, hogy már nincsen ilyen. Ma már szállodákban emeleteket bérelnek ki, vagy úgy helyezik el a vendégeket, vagy nagykövetségeknél éjszakáznak. De akkor a vendégházak viszont nagyon működtek, és hát a miniszterelnök kis szintől fölfelé, tehát esetleg külügyminiszter, de inkább kormányfő államfő esetében használtuk ezeket a vendégházakat. Az előbb valamit elkezdett mondani Kissingerről, az egyik kedvenc politikusomról, hogy véletlenül se folytanám a szavot. Hogyha ő jött, akkor be kellett tenni hősugárzót bármilyen időszakban jött, mert mindig fázott. Tehát, de ezek apróságok, tehát ezek nüanszok, és ez nem azt jelenti, hogyha nem volt benne, akkor ő öljöngött volna, tehát csak tudtuk, hogy ezzel lehet kedveskedni neki. És voltak például ilyen speciális dolgok, hogy valamelyik politikusról tudták, hogy na, ő nagyon szereti a halászlevet belsőséggel, vagy a magyar specialitást, vagy a nem tudom mit. Ezek így mennyire voltak tudottak? Hát persze, ez a fogadó ország ilyenkor ezzel tud kedveskedni az érkező vendégnek. Ez soha nem előírás és nem diplomáciai protokoll, hanem simán, ahogy egy háziasszony is gondoskodik arról, hogy a vendége jól érezze magát, ilyenkor ezt figyelembe vettük. Hát például a Putyinnál nagyon jól tudjuk, hogy imádja a magyar húslevest. Szerintem azért járjon sokat ide, mert szereti a húslevest. De, tehát persze az ember ezeket meg hogy ajándékban mit szeret, mi az, amivel meg lehet, tehát örömet lehet neki okozni. A protokollosok ezt nagyon jó előkészítő stádiumban ezt végigbeszélik. Na akkor beszéljünk egy kicsit az ajándékról, mert ez mindig érdekelt, hogy ez egy ilyen színjátéknak a része, és aztán bekerül a sufniba, vagy ezeknek az ajándékoknak tényleg örülnek az országok vezetői, és ha olyan összeg határ alatt van, akkor még akár örömmel el is teszik, és birtokolják. Hát a diplomáciai protokoll ezt úgy rendezi, hogy ezt soha nem kéz a kézbe adják át. Tehát nem, hogy jaj, de szép, köszönöm, tehát ez nem így történik, hanem a protokollosok egyeztetik előre az értékhatárokat, hogy milyen értékű legyen körülbelül az ajándék. És akkor az adott országra jellemző tárgyakat vesznek elő. Hát Magyarországon zömmel a herendi porcelánt ajándékoztuk, és akkor a külügyminisztérium protokoll raktárában, mert a miniszterelnöktől fölfelé ugye a külügyi protokoll rendelkezik, volt egy lista, hogy mit tudom én, Kohl kancellár, milyen mintájú herendit kapott, és akkor abból a lámpa, asztali lámpa, abból kínálók, és tehát mi az, amit még abból a mintából nem kapott. És a ciklusokon is átévelhet egyébként? Gyönyörű szépen becsomagolva, ezt a protokoll viszi magával, és nem a Kohl kancellárnak adja oda, most maradjunk ennél a példánál, hanem a titkárságára teszi le, vagy küldi előre.
Tehát ezt ne, a nők kéz a kézben nem adnak át. Amikor valami ilyesmi jellegű van, vagy valami extra, ami ugye a médiának a figyelmét is fölhívja valamilyen nagyon, hogy egy mondjam, PR dolog, amikor a Gyurcsány Ferenc a pulikutyát adott a Putyin elnöknek például, az már a látványos, az már a személyes jellegű dolog volt, de ezeket nem kötelező adni. A rendi az kötelező, az szépen megkapja, és legfőjebb kap mellé egy ilyen PR látvány valami kis ajándékot is, de azt meg nem kötelező adni. De például, amikor Gyurcsány Ferenc egy pulikutyát adott Putyinnak, akkor az tényleg utána Putyinnak a dácsájába került? Hát ezt én nem tudom megmondani. Vagy ilyenkor nem követik az utóéletét? Én akkor már nem is voltam protokollfőnök, amikor a Gyurcsány volt a miniszterelnök, de hát gondolom, ugye az józan paraszti eszemből, meg protokollos eszemből indulva, nyilván oltási igazolványal együtt, meg szállítókosáról együtt vitték el, tehát nem úgy, hogy ne csinálják valamit. Hogy aztán mi lett vele, hát ezt én nem tudom. Amikor azt látom, hogy a közösségi média elterjedésével viszont egyre több a sajtónyilvános ajándék, amikor tényleg meszt adnak, meg különböző ilyen olyan dolgot, amit tudják, hogy... Meg amikor Novák Katalin most halászlét vitt legutóbb a cseh elnöknek. Igen, igen, meg gyöngyöt fűzetett, és sok minden ilyen dolog történt, hogy ezeket ilyenkor a protokollfőnök kutatja fel? A protokollfőnök az, aki kitalálja ezeket a dolgokat? Igen, igen, egyébként ez úgy van, hogy a másik félnek a titkárságánál, vagy a másik fél nagykövetségén keresztül információkat gyűjtenek, de ez kérvényes egyébként szabadidős program, mit tudjunk el megnézni, mi az, amit érdekli. Az érkező vendég titkárságán vagy nagykövetségén keresztül tudja meg a protokoll. De akkor mondjuk önnek a világ számos országából voltak különböző kapcsolatai, akiket meg lehetett kérdezni, hogy na itt mit kell tudni? Hát, nekem annyiból volt szerencsém, hogy én mivel miniszterelnök hivatalban voltam, nem a külügyminisztériumban, én a miniszterelnökök külföldi útjaival már ilyen szinten nem hoztam. Legfőjebb, hogyha mit tudom én, Antal Józsefnek ment Németországba, és ilyenkor, mivel miniszterelnök megy a kancellárhoz, a külügyminisztérium protokoll ajándékraktárából ugye viszi a Herendit, a szokásosat, de mivel ők személyesen is jobban voltak, ezért Antal Józseftől leszóltak a titkárságától, hogy egy szalámit vinne ki, mert azt szereti a kóla, az magyar szalámit. És akkor nem egy becsomagolva egy útat azt vigyett, hanem akkor fadobozba, celofánba, tehát szépen fölruházva, tárgyasítva vitte ki azt a szalámit. Egyébként, ha már Antal Józsefet említette, hogy az ugye 32 évvel ezelőtt volt, mennyit változott azóta a diplomácia, és mennyit változott az ilyen gesztusgyakorlás? Hát ezt csak a tévéből tudom követni, hiszen azért már nem vagyok benne, de egy biztos, hogy a diplomáciai protokoll szabályai azok nem változhatnak. Mert mihelyt változik, abban a diplomácia rendje is fölborulhat, tehát arról szó sincs. Valószínűleg ajándék, hogy mi legyen, hogy legyen, ez persze lehet, hogy változott, de a diplomáciai protokoll rendje pont emiatt fontos, hogy ez nem változhat. Mert azt azért látjuk, hogy így egyre inkább a közösségi média elterjedésével is talán valahogy, minthogyha bulvárosodtak volna a politikusok. Gyakran azt látjuk, hogy már nem öltönyben vannak, hanem bőrkabátban, meg ugye most Volodymyr Zelenszky esetében egy zöld pólót láttunk a háborús helyzetet ábrázolva. Lehetett azt látni, hogy Trump odadobott két bombont Angela Merkelnek, hogy hoztam neked ajándékot, szóval egy csomó ilyen érdekes dolog zajlik mostanság. Hát igen, de ezek mind jelzésértékűek. Az, hogy Zelenszky a zöld pólójában nyilván azt sugallja, hogy ő nem egy ilyen otthonülő miniszterelnök, hanem ő egy harcoló ország vezetője. Tehát utalás van benne, üzenet van benne. Lazulnak, persze, hogy lazulnak, de azért egy EU csúcson nem lát nyakkendő nélkülieket. Még hogyha nyakkendő nélkül el is megy, mit tudom én, valahova, egy rendezvényen már nyakkendőben van az a bizonyos politikus vagy diplomata. Azért ezeket be kell tartani. Az, hogy egy politikus milyen színű nyakkendőt vegyen fel, az a politikus saját dolga, vagy arról is a protokoll főnök dönt? Nem, a saját dolga. És gyakorlatilag... Ha csak nem kér tanácsot, akkor azt maga dönti el. És van olyan szín, amit például nem illik viselni egy csúcson?
Hát nincsen. Itt a jó ízlés az az, ami befolyásolhatja a dolgokat. Ami még talán szintén egy érdekes kérdés lehet, mert ezzel kapcsolatban szintén akár botrányok is szoktak lenni, ez a családtagoknak az utaztatása, hogy van-e arra valami fajta kódex, hogy melyik családtag vehet részt az eseményen, melyik nem, ilyenkor ki mit fizet, és egyáltalán, hogy a családtag hogy viselkedjen ezeken a rendezvényeken. Hogyha ez hivatalos meghívás, tehát nem csak egy foci meccs nem megy ki, hanem egy ország fogadja őt, tehát ottani szinten, akkor a meghívó fél dönti el, hogy a meghívás neki szól, vagy neki és házastársának. Tehát akkor ezt jelzi a meghívóban. Persze, hogy de ha nem hivatalos az útja, tehát csak mit tudom, milyen foci meccsre megy, akkor nyilván akkor nem a fogadország terhére van ott, hanem akkor aki akar, az megy vele. És ilyenkor hát papírforma szerint ugye a családtagok fizetik a saját útjukat. De akkor azt, hogy van, hogy a miniszterelnököt mondjuk elszállásolják valahol, a feleségének nem meg szállás, kifele... Hogyha ha magánútra megy, akkor nem szállásolják. Ja, sem szállásolják. Egyedül a védelmét biztosítja a fogadó ország, mert a személyes védelemért mindig az adott fogadó országnak a védő testülete felel. És ilyenkor együttműködnek a küldő országnak a védő testületével? Ilyenkor a védett személy esetében, amikor utazik ki egy védett személy, akkor egy tiszt legalább, egy esetleg kettő megy vele, de például a fegyverét leadja a pilótának, és a kiszállásnál a fogadó ország biztonsági tiszt jelenlétében kapja vissza, de onnantól már a védelmet a fogadó ország látja el. Na most arról is sokat lehetett például olvasni, hogy Putyin annyira paranoiás, hogy nem eszi meg más főztjét, csak amit az saját emberei főznek neki, és én nagyon biztonságos az étkezése, és ebből önök még tapasztaltak valaha bármit? Ez a diplomáciában ez egy iratlan szabály, hogy a pápa, az amerikai elnök és az orosz elnök védelmét a saját testülete látja. Az egész világon az a szabály, hogy a fogadó ország védi, kivéve ezt a három szemét. Ez a három személy esetében ők a saját embereiket hozzák, a saját ételkóstolóikat, vegyészeiket, biztonsági, tehát a saját embereit. És hogyha Putyin jön Magyarországra, akkor az, hogy melyik háztetőn legyen az a lövész, vagy bármi, tehát aki védelmét látja, azt az érkező ország, az érkező vendég biztonsági tisztjével konzultálva állapítják meg. A fogadó országoknak ez nagyobb teher, mint ha saját maguk oldanák meg? Hát persze, hát gondolhatja. Tehát ez a három, az egész világon ez a három leginkább védett személy, tehát ő esetükben az mindig egy teljesen külön protokoll. Na most látjuk azt is, hogy ugye hivatalosan mindenki tartja magát, meg van egyfajta forgatókönyve, koreográfiája ezeknek a találkozásoknak, de van olyan pontja a látogatásoknak, amikor a nagy emberek levetik a nagy ember poszt, és átmennek barátokba hétköznapi embereknek tűnnek, vagy itt végig ez a mérsékelt távolságtartás? Nem, hát persze, hogy van. Tehát vannak hivatalos programok, a hivatalos találkozó, egy plenáris ülés, egy sajtótájékoztató, egy közös étkezés, tehát vannak szabályok, amiket, szabályos események, amiknek benne kell lennie. De ezen kívül ők leülnek, elmennek sörözni valahova, vagy csinálnak, vagy külön beszélgettek, vagy elmennek színházba, vagy bármi ilyesmi. Ezek ilyen kvázi kísérő programok gyanánk benne lehetnek, és akkor ott aztán nyilván barátkoznak, és akkor lazábbak is. És erre egy nagyon kirívó példa volt, mikor Szijjártó Péter kim volt Lavrovnál, ugye kollégák, két külügyminiszter, ez talán egy éve másfél történt, és a hivatalos tárgyalás alatt a Szijjártó Péter külügyminiszter letegezte a Lavrovot. Na most a tolmács próbálta magázba fordítani, de ennek nagy füstje ment, hogy ő tegezte. És valószínű, hogy előző nap valami nem hivatalos alkalomból beszélgettek, vagy idogáltak, összetegeződtek, de ezt már hivatalos tárgyaláson nem szabad. Tehát hiába tegeződtek össze előző este, hivatalos tárgyaláson, amikor a két ország külügyminisztere ül le, ott már ez a kvázi bratizás, ez már nem mehet bele. De akkor hivatalosan a diplomáciában mindenki magázódik?
hivatalos, tehát leülnek tárgyalni, akkor igen. És mi van, ha olyan a nyelv, hogy nincs magázódás? Hát akkor szerencséjük van. De akkor ezek szerint, ha jól értem, Szijjártó Péter nem angolul tegezte le a Lavrovot. Magyarul tegezte le. Aha. És ez akkor teljesen megdöbbentő volt mindenki számára. Aki tudott magyarul, annak igen, meg hát gondolom Lavrovnak is csak valaki mondta, hogy egyébként tegezni akar téged. De hát ő vadul magázott, tehát visszamagázta, tehát ott nem volt probléma. Oroszban is van tegezés, meg magázás különbség. Diplomáciailag mi a helyzet akkor, ha két nem túl jó viszonyban lévő ország vezetője találkozik egymással? Ugye most az orosz-ukrán háború kapcsán még előfordulhat majd egyszer ilyen, illetve láttuk azt is, hogy milyenek voltak, amikor béketárgyalások zajlottak, mert hogy valahogy azt is meg kell szervezni. Persze, ez erre jó a diplomácia, ezért van. Hát mondom, a veszfáliai béketárgyalás egy éven keresztül zajlott, mert utálták egymást, de a diplomatáknak az volt a munkájuk, hogy azért csak leülni, összehozni őket. Tehát amikor a két ellenséges ország is van, akkor nagyon-nagyon szigorúan a protokollt, hogy ez legyen benne, egy találkozás, egy sajtótájékoztató, egy plenáris ülés, egy sajtótájékoztató, egy közös étkezés. Ennek benne kell lenni. És hogy ott nem érzik magukat jól mondjuk azon a közös vacsán, akkor is annak benne kell lenni, ezek a kötelező elemek. Tehát nyilván ezen kívül nem találkoznak egymással. De a protokoll segíthet abban, hogy jó, finom legyen az étel, jó legyen a hangulat, tehát van olyan, amikor ilyen kis dolgok akár sokkal jobban előre vihetik a világügyét? A hivatalos diszvacsoránál nem nagyon szokott ilyen előfordulni. Legfeljebb mondom, amiről már beszéltünk, hogy tudjuk azt, hogy mi az, amit szeret, mi az, amit nem szeret, esetleg annyi van. Tehát hivatalos alkalmakkor ilyen érzelmi szálakat nem nagyon szoktunk beletenni. Na és akkor végül... pont azért nem, hogy ne jöjjön ki az, hogy jobban szeretem, vagy kevésbé szeretem, hiszen a diplomáciában nincs ilyen megkülönböztetés. Na és akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy önnek mi volt a legnagyobb kihívással járó szervezése, vagy amit így a legjobban élvezett? Hát én azt a 12 évet úgy, ahogy van, élveztem, úgyhogy nekem igaz, minden napra jutott valami, ami nekem nagyon jó volt. Mint amikor a EBSZ volt Magyarországon, és akkor 100-valahány államfő, kormányfő volt itt, akkor szólt nekem délután az orosz nagykövet, hogy az orosz külügyminiszter leülne titokban beszélgetni az izraeli külügyminiszterrel, nincs-e valamilyen szabad terem ott a parlamentben. És már ott mindenütt rendezvény volt, és akkor mondom, a protokoll tárgyalom, hogy az én tárgyalom volt, mondom, azt tudom felajánlani. Jó, megnézték minden, berendeltem a bekészítést, kávét, üdítőt, és ott hát ugye az orosz meg az izraeli külügyminiszter beszélgetett. És az izraeli külügyminiszter elment, ezek meg nem mentek el. Hát mondom, mi van? Benéztem, hát, hogy nincs-e valami ennivalom, de ez már este 10-kor volt. Hát ropin volt, azt tudtam nekik úgy bekínálni, aranyoskodva. És mondják, hogy jaj, egyébként az amerikai külügyminiszter is mindjárt érkezik. Akkor komoly helyszín lett a szobája. Úgyhogy, de ezek nyilván ilyen, hát ezek nem hivatalosak voltak, de hát engem a víz kivert, ugye gyorsan akkor a melyik kapu jön be rendszámot leadni, őrségnek szólni, tehát az nem csak úgy, hogy én lementem és bekísértem, hanem ott az a dolgozni kellett, de szerencsére simán lezajlott minden. Izgalmas hangzik mindez. Görög Ibolya, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Én köszönöm az érdeklődését.